Szeretettel üdvözlöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És ma sokak kérésének teszek eleget azzal, hogy megmutatom, hogyan készül a stollen. A stollen nem más, mint egy német specialitás, leginkább, ha le akarnák fordítani, azt mondjuk, hogy gyümölcs kenyérről van szó, és Németország szerte számtalan fajtája létezik. Ezekből a legismertebb az úgynevezett Dresdai Stollen, én ezt fogom most megmutatni önöknek. És nagy előnye, hogy előre elkészíthető, ugyanis a hűtőszekrényben, vagy hát hűvös helyen érlelni kell, legalább egy-két hétig ugye folpakba csomagolva érlelni kell, és így éri el az igazi zamatát, igazi ízét, és egyes források szerint akár ugye egy karácsonykor gyártott vagy készített stollen, akár húsvétig is eltartható. Miután hosszan eltartható, és maga az állaga is elég stabil, ezért jól utaztatható. Nem véletlen tehát, hogy rendszeresen küldik ajándékba, ilyenkor év végén 100 000 számra kell útra tulajdonképpen a stollen. De akkor nézzük is, hogy hogy készül. Eddig a következő előkészítés történt. Én éjszakára beáztattam 30 dekagram vegyes mazsolát, és 10-10 deka oranzsátot, illetve citronádot, ugye ez cukrozott narancshéj, illetve citromhéj, annyi rumba áztattam, amennyi ellepte. Ez olyan 2,5-3 deci volt. És ezt én most leszűröm. Természetesen az a rum, ami lecsöpög, az tökéletesen elhasználható süteménybe, hiszen még különféle gyümölcsök ízeivel is gazdagodott. És maga az áztatás az egyfelől remek ízt ad majd ugye ezeknek a gyümölcsöknek, és még egy fontos szerepe van, nevezetesen ez egy nagyon gyümölcsös tészta, és könnyen előfordul, hogy a gyümölcs a tészta külsején van. Nos, hogyha elég szaftos, elég leveses, ugye tartalmaz elég folyadékot, akkor nem égi meg olyan könnyen, minthogyha nem tartalmazna. 50 deka lisztet, finom lisztet egy tálba szórtam, és a közepét kimélyítem. Ide a mélyedésbe morzsolok 3 dekagram friss élesztőt. Az élesztőre öntök 1,5 deci meglangyosított tejet. Kimértem 8 deka cukrot, ebből egy keveset rászórok ide a teljes élesztőre. Így. Egy kevés lisztet ellopok onnan, ahol nem olyan zavaró. Ezzel csak így megszórom a tetejét ennek. Így. Egy tiszta konyharuhában letakarom, és 20 percig pihentetem. Ez elegendő idő alatt, egyfelől, hogy az élesztő felfusson, másfelől, hogy kimérjük az összes többi hozzávalót. Eltelt 20 perc. Lehet látni, az élesztő gyönyörűen felfutott, elkezdett dolgozni. Rászórjuk a maradék cukrot, ugye, tehát még egyszer akkor ez összesen 8 deka volt, így. Teszünk bele körülbelül egy mokkás kanálnyi sót, teszünk bele egy fél mokkás kanál mézes kalács fűszerkeveréket, vagy mézes sütemény fűszerkeveréket, kerül bele egy csomag vaníliás cukor, hozzáadunk egy tojást, 20 deka puha olvasztott vajat. Így. A receptem pár csepp mandulaolajat ír, de én ezt nem kaptam. Helyette kaptam dióolajat, úgyhogy arra gondoltam, hogy dióolajból adok hozzá egy keveset, és elkezdjük összedolgozni a tésztát. Nem kell ezt különösebben dagazgatni, annak ellenére, hogy élesztős tészta, ez egy tömör dolog lesz. Elég, hogyha csak alaposan összegyúrunk mindent. Maga a sütemény említése 1329-ben történik egyébként először, de hát ennek még köze nem volt a mai gazdag gyümölcsös süteményhez, ugyanis akkoriban ez még egy ilyen böjti eledelnek számított, így sem vaj, sem tojás, de még tejet sem tartalmazhatott. Úgyhogy ez egy a mai változathoz nagyon sok időnek kellett eltelnie. Az eredeti egyébként zablisztből, vízből és repceolajból készült.
1491-ben 8. Ince pápa kibocsátott egy úgynevezett vajbullát, és ezt tette lehetővé azt, hogy bőjt idején is fogyasszanak vajat és tejtermékeket azok, akik ezt a megfelelő búcsú cédulát megvásárolták. Egyébként a búcsú cédulákért, ezért a vajbulláért beszedett pénzt, illetve hát ennek egy részét a Freiburgi dóm építésére fordították. Aztán a következő lépés az volt, amikor egy szász, pontosabban egy torgaui udvari pék kitalálta, hogy ezt a böjtös stollent az ünnepekre gyümölcsökkel gazdagítva készíti el. Tehát a szászok már a kezdetektől fogva ott voltak a stollen megszületésénél. Nos, időközben elkészült a tészta, lehet látni, kifogástalanul összeállt, semmi teendő nincs vele az ég egyatt a világon, letakarjuk, és 45 percig meleg helyen keresztjük. Eltelt 45 perc, nézzük, hol tartunk. A tészta megkelt, így a következő a teendő, hozzáadjuk a lecsöpögtetett, korábban ugye beáztatott sok-sok gyümölcsöt, hozzáadunk 10 deka, hát ez körülbelül mazsolányi darabokra vágott mandula, és ezt az egészet alaposan összedolgozzuk. Korábban már tettem említést arról, hogy a drezdai stollen a legismertebb változat ezeknek a stolleneknek, és régen ezt Németországban bármelyik pékség árusíthatta, készíthette, de ez megváltozott Németország újraegyesítése után, mint márkát védetté nyilvánították, így 1997 óta csak a Dresda térségében sütött stollenek viselhetik ezt a nevet. Hát ez nagyjából olyan 150 drezdai és Dresda környéki pék, illetve cukrász érdekeit képviseli tulajdonképpen. Ezért van az egyébként, hogy Németországban a stolleneket ezerféleképpen nevezik, hiszen Dresda itt ugye akkor így ki van kötve, hogy csak ki árulhat. No, amikor így benne van az összes gyümölcs, egy vágódeszkára borítjuk, vagy gyúrólapra, egy enyhén lisztezett gyúrólapra. Így. Még talán annyit, hogy összetevői alapján igazából három fajtáját különböztetik meg. Ugye az igazi drezdai stollent, akkor az igazi drezdai karácsonyi stollent, és végül pedig az eredeti drezdai karácsonyi stollent. Úgyhogy, ha valaki szeretné a részletekbe beleásni magát, akkor azt nyugodtan a neten meg tudja tenni. Én őszinte leszek, én megmaradok ennél az egy verziónál, amit én itt évek óta sütök és ismerek, és ha önök ezt elkészítik, akkor önök sem fognak csalódni a receptben. Nos, volt már, amikor így egyben sütöttem meg, ez így, hogy is volt, 1 kg 40 deka összességében így ez a tészta, illetve a kisült kalács 1 kg 40 deka lett, de most arra gondoltam, hogy sütök két kisebbet, úgyhogy elfelezem. Olyannyira elfelezem, hogy már is kimérem őket, hogy tényleg pontosan egyformák legyenek. Csak még egy kicsit gyúrom, mert azt szeretném, hogyha minél jobban a tésztában benne lennének a gyümölcsök, ugyanis amikor sütjük, ami kívül van gyümölcs, noha mi ugye megelőztük, mert jól beáztattuk, de ez könnyen megéghet kívül. Na, akkor jöjjön egy mérés. Tehát. Ez 81. Ez 87. Akkor innen
ennyit még ide átteszünk, és teljesen igazságosak vagyunk. Na, még egy nagyon pici liszt. Még egy picit gyurkálom. És akkor ezután sütőpapírral bélelt tepsire rakom. Először persze formázok belőle mondjuk egy ilyen hosszúkás hengert. Amit úgy nagyon látok gyümölcsöt, hogy kilóg, azt én simán belenyomkodom. Lehet látni azokat a videókat, ahol ezt a gyümölcsöt a végén, amikor kisült a tészta, egyszerűen lesöprik róla, ugye, amelyik megég, de mi többféle fronton is gondoskodtunk arról, hogy ez ne történjen meg. Jó. Tehát ott tartottam, hogy sütött papírral bélelt tepsi, de természetesen Murphy törvénye, mikor fogjon el a sütőpapír, ha ne ilyenkor. Úgyhogy nem esünk kétségbe, fogjuk magunkat, kivajazzuk, kilisztezzük a tepsit, és így tesszük bele a stollenünket. Körülbelül így ellapítjuk, nagyjából olyasmire, mint egy magyar beiglit, és az első formázás szerint egyszerűen itt hosszában végigvágunk. Sütés közben ennek a mentén ki fog nyílni egy kicsit a tészta, és gyakorlatilag ennyi. Tanultam annak idején egy másik formázást is, már is megmutatom önöknek. Ez ugyanúgy egy nagyon picit átgyúrom ezt a tésztámat is, hogy minél jobban belekerüljön a tésztába a gyümölcs, minél kevesebb legyen kívül, de ez így egészen kiváló. És most ezt a tésztát, ezt nagyjából ilyen 2 centi vastagra ellapítom, egy kicsit ilyen ovális formájúra. Hát ez inkább ilyen kis újnyi vastag. Jó. Először ráhajtom a két oldalát egy kicsit így vissza, azután alulról így ráhajtom a tésztát, ez kicsit több, mint az egy harmadánál, és ezt az alsó részt, ezt ide ráhajtom. Így mutatom önöknek. Jó. És amikor ide eljutottam, túl azon, hogy megint rutinos egy kicsit visszanyomkodom a gyümölcsöket, ebben a vonalban a tenyeremnek az élével egy nagyon picit megnyomkodom a tésztát, és így alakul ki az a másik abszolút klasszikus formája a stollennek, amit meg akartam mutatni önöknek. Nyilván nagy tételben nem üzemel az, hogy itt visszanyomkodjuk a gyümölcsöt, de ugye házi használatnál ezt mi megtehetjük. Így. Ja, megy tepsire a másik mellé. Hogy, tehát itt van nekünk a kétféleképpen megformázott stollenünk. Annyi a feladat, hogy vizes ecsettel lekenjük, hogy ne száradjon ki. Az nem baj, hogyha tepsire is jut egy kevés víz. Így. Letakarjuk, és meleg helyen újabb egy órán át kelesztjük. Eltelt az egy óra. Lehet látni, hogy szépen megemelkedett a tészta. Most ismételten lekenjük vizes ecsettel. Egy picit még meg is picceljük így a tepsit. És sima sütő esetén 170 fokon, légkeveréses sütő esetén 160 fokon, 40 percig sütjük, akkor ellenőrizzük, hogy elkészült-e. Eltelt a 40 perc, gyönyörűen megsült a kalács, azt nézegetem, de még itt fölül ez a gyümölcs is puha, tehát nem égett meg. Ha esetleg olyat találunk egy-két szemet, ami mégiscsak megégett volna, mert végig erős hőnek volt kitéve, azt egyszerűen dobjuk ki belőle, ez a néhány szem, ne roncsa el később az élvezeteket, így. És szerintem ennyivel meg is úsztuk, tökéletes.
Oké. Jöhet az a fázis, hogy még forrón lekenjük olvasztott vajjal. Ehhez 8 deka vajat fölolvasztottam, és még melegen ezt a kalácsot, illetve a gyümölcs kenyeret, ezt lekenem vele. A kalácsot alul is le kéne kennünk. Erre két megoldás van. Az egyik, hagyjuk azt, hogy kihűljön, és utána kenjük meg vajjal. A másik, hogy egy nagyon picit itt a tepsit becseteljük, rácsúsztatjuk a kalácsot, és így alulról is tulajdonképpen megkapja a vajat. Jó. Még ami maradt, azzal szépen lecsetelem, utána hűlni hagyom, és a leges legvégén megszórom porcukorral. Igazából porcukorral jó gazdagon szokás megszórni, mint hogyha egy porcukor felhőben lenne ez az édesség. Tehát a kihűlt süteményt jó gazdagon megszórjuk porcukorral, ezután folpakba csomagoljuk, és hűvös helyen legalább 4-5 napon át érleljük. Én a hűtőben a zöldséges polcra szoktam tenni, mert ott van a leghidegebb, és 4-5 nap után vágjuk csak fel. De én már elkezdtem a karácsonyi ajándékok gyártását, és készítettem ilyen stollent ajándékban. És természetesen lenyúltam belőle egyet, mert este egy kis forralt borral, vagy forró teával egyszerűen parádés. Így abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy meg tudom önöknek mutatni, hogy hogy is néz ki a stollen felvágva. Tehát. Tehát mutatom önöknek. Így néz ki a drezdai gyümölcskenyér, vagy drezdai stollen. Látható, nagyon gazdag, rendkívül finom édességről van szó. Akinek szimpatikus volt az elkészítése, kérem tegye meg, hogy nyomjon a videóra egy lájkot, illetve aki eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, hogy tegye meg, hiszen most már több mint 200 videóból válogathatnak. Köszönöm, hogy megnéztek, vigyázzanak magukra, és kitűnő egészséget kívánok, kedves mindannyiuknak!